Köszöntöm a megjelenteket ezen a majdnem napsütötte, kicsit borongós délutánon itt a Bányász pályán, ami a sportolókon túl Ajkaváros egész lakosságának szolgál kikapcsolódási és sportolási lehetőségekkel. Itt a jégen borzasztó hideg van. A tavaly évvégén és az idei évelején megfogalmazódott gondolat a város vezetőiben, hogy egy jégpálya is jó lenne, immár megvalósult. Forradalmi nap tehát ez a mai Ajkaváros életében, nem csak úgy, mint október 23-a, hanem itt állunk ezen a sportpályán. Magyar Jégkorongszövetség részéről szeretnék mindenkit köszönteni ezen a gyönyörű pályán. Megmondom, hogy szinte nagyon meglepődtem, amikor autóval jöttünk ide, és láttam, hogy mekkora hatalmas sátra, egy sokkal kisebb pályára szállítottam. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép pálya, ez a 40-120 méteres pálya, nagyon sok gyereknek és családnak fog remélhetőleg örömet okozni, akár a közönség kocsijázásban, akár a mi kocsijával, de mi bízunk abban, hogy minden több jégkorongozó lesz. Nagyon jó edző van, le is költözött ide, úgyhogy Székesfehérváról egykori fehérvári kapus. Én nagyon bátorítanám mindenkit, akinek tetszik ez a dolog, akár a bemutató kapcsán jöjjenek és jégkorongozzanak. És nagyon szeretném megköszönni a lehetőséget itt a polgármesternek, az önkormányzatának, mindenkinek, aki tette azért, hogy ez ide kerüljön, és azt, amit azért a Palkovics tisztán nevük se kell elhallgatni, hiszen ő volt a hátsó lobista ebben a dologban. Azt gondolom, hogy senki nem gondolta ezt egy fél éve, hogy mi igazat fogunk mondani, és lesz egy komoly pálya Ajkán, és elindul a jégkorongos élet. Most mindenki láthatja, hogy lehetőséghez képest egy nagyon kellemes is légkört tudtunk teremteni, nem csak a jégpályán, hanem itt az öltözőben is, és minden dolog adott ahhoz, hogy itt egy jégkorongos élet elinduljon, és nem csak jégkorongos élet, hanem a nagy közönség számára is korcsolási lehetőség. Most is láthatjuk, hogy több száz ajkai polgár kijött és korcsolázik és használja a pályát. Bízunk benne, hogy jövőre már 2-3-szor annyi jégkorongos fog itt jégkorongozni. Kedves gyerekek, tisztelt vendégeim! Én nem gondoltam volna, hogy a jégkorongozóknak, a jéggel foglalkozóknak ilyen meleg szívük van. Mikor először szóba került ez a sportág, ez év februárjában, akkor hát olyan kicsit olyan félve közelítettem ehhez a témához, de elmúlt ez a félelmem, amint a főtitkár úrral, Kovács Zoltán főtitkár úrral találkoztam. És ő biztatott, hogy bátran vágjunk bele ebbe a sportba, és biztos, hogy nekünk is hát marad, illetve aratunk majd babérokat. Nagyon ügyesek, lelkesek, mint általában egy ilyen csapat, aki körülbelül néhány hónapnyi korcsijázás van, és főleg a szülők is nagyon lelkesek. Szerencsére megvan már minden védőfelszerelésük, ez azért ez egy alap dolog, hogy nehogy sérülés legyen, és azt gondolom, hogy most már állandó edzés lehetőségük lesz itthon, nem kell utazni Veszprémbe, Várpalotára, és itt, hogyha rendszeresen edzenek heti 3-4-szer, azt gondolom, hogy már győzelmeket is fognak biztos aratni majd a szezon során. Mindenekelőtt szeretném megköszönni Palkovics Krisztiánnak, ugye a 223-szoros magyar válogatottnak, akit mi az ajkai jégkorong arcának gondoltunk. Krisztián, most nem látom éppen az arcodat, ja ott van, igen. Tehát az ő képét szeretnék ide feltüntetni, de még nem készült el, úgyhogy a következő napokban majd lehet látni meg a magyar jégkorong sport más nevezetességeit. Tehát ő gondoljuk, és ő a magyar jégkorongnak egy olyan emblematikus figurája, akire büszkék lehetünk, és akire mi is így alapozzuk a ajkai sport előmenetelét. Említetted itt az öltözőt, elég tapasztalt vagy ilyen téren. Mit szólsz ez az egész kialakításhoz, és mit szólsz ahhoz, hogy a gyerekeknek milyen feltételei vannak ennek a sportágnak az űzéséhez? Hát megmondom őszintén, hogy szerintem nem csak én, sokan, akik ide jöttek, most Fejvárra egy pár játékos, ők is csak álmultak, hogy milyen szuper kis öltözőjük van. Megmondom, én annak idején még konténerbe öltöztem, úgyhogy ahhoz képest ez egy ötcsillagos szállodán minősül, úgyhogy nagyon köszönöm szépen tényleg Bece Zoltán edzőbácsinak, hogy ezt így megteremtette és erre odafigyel, és hogy látom minden rendszer úgy, ahogy kell, egy jégkorongos öltözőben ki van alakítva. Úgyhogy bízom benne, hogy az ő keze alatt itt nagyon sok ügyes jégkorongozó fog kiemelkedni a magyar jégkorong sportban.